Jelenleg 31 ezer regisztrált gazdálkodó szervezet, ezen felül plusz közel 4 ezer regisztrált építőipari vállalkozás és további 1000 önkéntes kamarai tagot számlál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Számukra évente kötelező az 5000 forintos tagdíj befizetése, amiért számos juttatást kapnak. Köztartozásnak minősül a be nem fizetett tagdíj, így aki nem teljesíti, attól végrehajtási eljárásban a Nemzeti Adó és Vámhivatal dupla összeget kér majd. A vállalkozások beindításában nagy segítséget nyújt a kamara. A regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezeteknek különböző szolgáltatást kell biztosítanunk a regisztrációs díj fejében. Pályázatfigyelés, gazdasági, jogi, pénzügyi tanácsadást és üzleti partner közvetítést végzünk, és ezen kívül számtalan egyéb szolgáltatása van a kamarának, amivel a vállalkozók nap mint nap találkoznak. Nagyon fontos az, hogy minél több információhoz juttassuk a gazdálkodó szervezeteket. Ennek érdekében számtalan rendezvényt szervezünk, adózás, pénzügyi, jogi, munkavédelmi, munkajogi kérdésekben. A kamara másik kiemelt tevékenysége a szakképzési feladatellátás. Ilyen például a tanulószerződések kötése és ellenőrzése, a szint- és mestervizsgák lebonyolítása. Jelenleg 3000 tanulószerződéses diák van a megyében, őket 400 gazdálkodó szervezet fogad, ahol külső gyakorlati helyszínen ismerhetik meg a szakmákat. Idén a pályaorientációs tanácsadás fejlődött a legtöbbet, itt főleg a 6.-7. osztályos tanulók a fő célcsoport. Egy-egy szakma bemutatására szerveznek nekik osztályfőnöki órákat, üzem- és gyárlátogatásokat annak érdekében, hogy munkahelyi környezetben ismerik meg a különböző mesterségeket. Nagyon fontos, hogy ez a feladat még inkább bővüljön, hiszen a gyerekeknek meg kell látni azt, hogy egy szakmának a magas színvonalon való végzése komoly sikereket jelenthet számukra, és nem feltétlenül érettségizni, vagy olyan szinte olyan helyen kell tovább tanulni, ahol utána nem találják meg a számításukat, hanem szakmát tanulva segíteni őket abban, hogy az életben boldoguljanak. A tanulószerződéses diákok számos juttatást kapnak, naponta minimum 350-400 forintos munkabérért dolgoznak. Ezt nem csak a szorgalmi időszakban kapják meg, hanem júliusban és augusztusban is. De a vállalkozók számára is kedvező a diákok képzése, a tanulók után anyagi támogatást igényelhetnek, az iskola elvégzése után pedig rögtön szakképzett munkaerőt kaphatnak.